Rózsa, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. Jó reggelt kívánunk, 9 óra 17 perc van, ez itt a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió, Ács Gáborral és Mihálovics Andrással. No, hát 0-30-20-10-9-0-9, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Azt írja a hallgató, automatizált magas raktár a nyírségben, így elszálltak a telek árak és a bérek, elgondolkodtató ír. Ki gondolná, hogy ilyen inspiráló lakhatunk időnként a környezetünkben? Hát azért nem véletlenül nem volt benne a közleményben, hogy hány új munkaerőt vettek föl. Mert hogy automata raktárban viszonylag keveset. Ugye nem annyira a új munkaerő fölvételéről szól, hanem hogy minél kevesebbet kelljen. Minél hatékonyabban, robotizálva tudjunk dolgozni és profitot termelni. Igen. Na, indítsuk el a rovatot, nehogy aztán lemerüljön Katona Csaba telefonja nagy várakozásban. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink. No, a vonal túlsó végén Katona Csaba történész. Szervusz ismét! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Illetve a videócsatornánk van, hogyha valaki nézni is akarja. Igen, mert feledhetetlen póló felirata van a Csabának, a környezete nem kevésbé feledhetetlen. Ez a nyugodj meg és csinálj forradalmat, nagyjából ez. Bostonba vettem, és nagyon magaménak érzem ezt a mondatot. A te a délutánra emlékül. De jó nagyot sétáltál, mióta beszéltünk. Igen. Nyomon követtük minden lépésedet. Végig követtük a kamerabeállításokat, mindent, úgyhogy merre jártál? Hát én most itt a Regacukrászda teraszán vagyok, mert Ágoston atyának köszönhetően két kiváló kollégámmal néhány napot eltöltünk itt a Balatonnál, Tihanyban, a Tihanyi apátságnál, részben szakma, részben pedig a barátság okán. Csak nem András királyunkat keresitek az altemplomban? András királyunkat, ha megvan, már megtalálták, de azért őt is megtekintettük természetesen, ezt az András-András hidat így ki is építettük ilyen értelembe. Alapvetően mi a 19.-20. századi történelemmel fogunk majd itt foglalkozni, de ez egy más kérdés, ettől függetlenül természetesen megtekintettük a balatonfüredi bornapokat, megkóstoltuk a Szent András keserű likőrt, szóval maradjunk annyira, hogy egy gazdag kulturális program áll itt most össze. Oké, megvolt a sok lépcsős is Füreden? Na, tűrli, tehát azt de nem azért lehet kihagyni, a tegnapi nap jó része egy balatonfüredi gasztrokulturális túrával telt. Igen. No, de amiért egybe gyűltünk a Balaton szépségeinek és látnivalóinak ecsetelésén túl, az az, hogy 150 éve született Heltai Ijenő. Mit kell tudnunk róla? 71-ben. Igen. Hát én a személyes véleményemet mondom, és ez természetesen senkire nézve nem kötelező, szent meggyőződésem szerint a magyar irodalom egyik legalul értékeltebb zseniéről beszélünk, egy mélyen humánus és rendkívül jó humorú, egyébként pedig cinikus íróról, költőről, színpadi szerzőről, akinek hosszú élet adatott, 1857-ben halt meg, tehát megélte, gondoljunk bele, hogy miken ment keresztül, a monarchia szétesése, az őszi rózsás forradalom, a tanácsköztársaság, a horti korszak, a vész korszak, ami ő zsidóként természetesen fokozottan érintette, a kiépülő rákosi korszak, és akkor 1956, tehát ezek száguldottak keresztül az ő életén, és ennek ellenére ő meg tudott őrizni egyfajta mélyen humárus derűt, amit a művei is tükröznek. Annak idején még a drága Csukás István mondta, hogy valahogy a magyar irodalom történetbe beleégett az, hogyha valami nem tragikus, akkor az nem lehet nagy. És ő emlegette, hogy alapvetően miért baj az, ha valakinek van humora, hát Heltai Ijenőnek volt, és akkor még finoman fogalmaztam, majd erre igyekszem konkrét idézetekkel is úgymond bizonyítékokat gyártani, illetve nem kell bizonyítékokat gyártani, azok megvannak. Mit kell róla tudni? Pesten született, tehát tőzsgyökeres pesti, ez egyébként minden létező munkájában meg is jelenik, ahol lehetett. Herzl Károlynak hívták az édesapját, ő maga pedig Herzl Eugén néven látta meg a napvilágot. A cionizmus atya Herzl Tivadar az unokatestvére volt. Tehát ez egy mutat egy komoly családi kapcsolatot. Több testvére volt, 6 testvére, a fiú testvéreit úgy hívták, hogy ha jól emlékszem, hogy Oszkár,
Arthur és más hasonló neveket viseltek ezek a deréktestvérek. Maga Heltai pedig részben Baján, részben a Markó utcában járt iskolába, majd megkezdte jogi tanulmányait az egyetemen, nagyjából az első vizsga után mondta azt, hogy ez nem neki való. Tehát poroszosnak érezte az egyetemet, fogalmazzunk így, ő ennél egy függetlenebb szellem volt. Aztán újságíróként, meg színpadi szerzőként, illetve színpadi rendezőként boldogult. Tehát ilyen pozíciókat töltött be, mint például a Belvárosi Színház, meg a Magyar Színház igazgatója volt, de volt a dramaturg igazgatója a Víg Színháznak, dolgozott az Athénaeum könyvkiadónál, tehát egy nagyon komoly értelmiségűről beszélünk, aki azonban íróként, regényíróként, novellistaként és szövegíróként is megállta a helyét. Csak néhány példát mondjak erre. Hát például a Kacsó Pungrác féle János Vitéz. Az a Én a pásztorok királya legeltetem nyájam, szerintem mindenki ismeri ezt a dalt. Na, a nökő írta a szövegét, meg a librettóját, az egészet. Hát ez is Heltai Jenő. De szintén Heltai Jenő az, aki fogja magát és elkövet egy olyan műfordítást, ami szerintem a magyar irodalom történetben egészen egyedülálló. Ismerünk a magyar történelemből egy teljesen más viszonylatban egy Georges Clemenceau nevű embert, ugye? Igen. Trianon kapcsán. Georges Clemenceau-nak volt egy politikai botránya a 900-as évek legelején, és akkor picit vissza kellett neki vonulnia, és emiatt egyebek mellett különféle művek írásával kötötte le a szabad idejét. Ekkor írta meg a Boldogság fátyla című művet, ami arról szól, hogy egy kínai úriember vak, és meggyőződései vakon, hogy ő csupa boldog és kedves ember veszi körül, akik szeretik. Ezek után jön egy európai orvos, meggyógyítja, és amikor kinyílik a szeme, akkor rádöbben, hogy egy hazugságban élt el az életét, és ezzel úgy védekezik, hogy a végén megvakítja magát. Na, ezt a művet például Heltai Jenő fordította magyarra, tehát Heltai Jenő Clemenceau műfordítója is volt, ki a fene gondolta volna elsőre. Igen, és színpadi szerzőként maradandót alkotott szintén. Hát a Néma Levente kapásból, ugye? Igen. Ugye a Néma Levente, ahol a Agárdi Péter Mátyás király hűvitéze, Zília egyetlen csókja jegyében, illetve fejében némaságot fogad, és azt gondolom, hogy egyébként ennek a színdarabnak az anekdotává vagy szállóigévé vált utolsó mondata, az élet szép tenéked magyarázza, az magában hordozza mindazt, ami Heltaira jellemző volt, és ő egy ilyen rendkívül frivol humorral viszonyult mindenhez. Gondoljuk a világháború éveire, amikor hát őt ugye zsidó származása miatt eleve üldözték, a világháború egyébként is tönkretette Budapestet, az ő szeretett városát, amit imádott, és akkor fogja magát, és ír egy ilyen pársoros verset, aminek az a címe, hogy Bomba, és a következőképpen hangzik, hogy szerény utcánkba becsapott a bomba, két házat és három erkélyt döntve romba, tanulság a bomba goromba. Ilyen apróságokkal szórakoztatta magát. Egy ilyen tragédiát hogy lehet ilyen iróniával megközelíteni, tényleg? Ez a megdöbbentő benne, és ez az irónia, ez mindenben működött benne, ugye van az a vers, aminek az a cím, hogy Ballada a három patkányról. De hogy az kezdi, hogy ott, ahol a Ferencváros hinti báját szerte szét, egy pazar nagy pince mélyén három patkány éldegélt. Ilyen felütéssel indít, az egyik patkány, ha jól emlékszem, sajtot eszik, de mivel hamisítva van, beledöglik. A másik patkány talán sonkát eszik, de mivel hamisítva van, beledöglik. A harmadik patkány egyedül maradván öngyilkos akar lenni, neki áll patkány mérget zabálni, de mivel az se eredeti, még mindig él. Akkor figyelj, Heltai a mindennapokban ilyen derűs ember volt, mint amit a művei sugároznak? Meg nem is voltak neki, neki komor művei, voltak. Komor gondolatai? Hát azért, voltak, ahogy mondtad, egy csomó minden. Tehát Heltai alapvetően, talán úgy jellemezném őt, amit egyszer valaki más mondott, hogy szeretem az emberiséget, nem szeretem az embereket. Ő nagyon-nagyon tisztán, pontosan látta az emberi gyarlóságokat, ezekkel szemben nagyon megértő és megbocsájtó volt, de alapvetően egy mélységes, mély cinizmus dolgozott benne. Itt hadd idézzem egyfelől azt, hogy Konstantinápolyban, tehát Isztambulban hadittudósító volt az első világháborúban, a világháború őt is megviselte, ez hozott egy ilyen komorabb korszakot a életébe, egyébként a műveiben is tükröződött, de én azt gondolom, hogy az ő komorságát semminél nem mutatja jobban, mint a Tündérlaki lányok című novellája. Ebből ugye színpadi darab is lett, és a legendák szerint a gombaszögi lányokról mintázta, és ennek a sztorinak a lényege, hogy van három lánytestvér, akik közül a legidősebb eltartja a két húgát, és prostitúcióból konkrétan. Uh-huh. És ezt a két lányt, a két húgát sikeresen pályára állítja, az egyiknek egyik megkap egy megfelelő állást, a másik férjhez megy, de hát ahhoz, hogy a megfelelő embereket meggyőzzék, a két lány a nővéréhez fordul, hogy ugyan putyi megtennéd, hát a mi kedvünkért, hogy beveted magad, úgymond. És a végén a ifjabbik húga a férjhez megy egy tanítóhoz, aki egy elég komoly hozományt
kap azzal a ifjabb leányzóval. És az egésznek az a vége, hogy amikor a tanító mondja, hogy hát ez első a becsület, én nagyra becsülöm a kedves testvéredet, és hogyha nem lett volna muszáj, nem fogadnám el ezt a pénzt, de ugye megérted, drágám, hogy amennyiben feleségül veszlek téged, a nővéreddel meg kell szakítani minden kapcsolatot, mert első a becsület. Első a becsület, válaszolja a másik lány. És ennek a novellának az első mondata így hangzik, hogy a tündérlaki lányok hárman voltak, kettő közülük tisztességes volt, egy pedig nem. És ezzel a mondattal ér véget, amikor ugye a Hugica bejelentő megszakítja a kapcsolatot a nővérével, hogy a tündérlaki lányok, ahogy említettem, hárman voltak, kettő közülük tisztességes volt, egy pedig nem. Elképesztő ereje van ennek a novellának. Javaslom mindenkinek, hogy 10 percet szánjon rá az életéből, és olvassa el, hogy azt a fajta képmutatást, ítélkezést, álságos erkölcsi megbotránkozást, felszínességet, ezt Heltai mennyire nehezen viselte, és mennyire képes volt kiállni úgymond a társadalom peremén élő emberek mellett, megpróbált őket megérteni, próbálta az emberi viszonyaikat feltérképezni, próbálta nem elítélni őket, hanem azt arra rájönni, hogy mi vitte el őket ebbe az irányba. És ezt a fajta cinikus, fájdalmas, mondjuk úgy, hogy világjelnézetét leplezte egy nagyon erős, nagyon eleven humorral, ami rengeteg mindenben megmutatkozott. Volt például olyan novellája, ahol egyebek mellett úgy hívják a egyik főhős, hogy Lord Natepenny, a másikat pedig Lord No Money at All. És ezek a beszélő nevek, hát ha valaki egy icipicit tud angolul, az érzi, hogy a magyar gentrire hogy utal vissza ezzel. Aztán ugye volt neki olyan novellája, a Theophrastos mester könyvtára, ahol leírja, hogy Theophrastos mester egész életében semmi más nem csinált, mint könyveket gyűjtött, de fölfedezi, hogy a szomszéd kislány kezd felnőni, és talán nem biztos, hogy pontosan fogom idézni, de ilyen mondat van benne, hogy Theophrastos mester elgondolkodott életén, és még az is megfordult a fejébe, hogy 30 évvel ezelőtt Velencébe azt a néhány petákot, ami nála volt, nem arra kellett volna fordítania, hogy megveszi Tibullus 1648. évi veronai kiadását, hanem arra a kacagó, nagymellű nőt meghívja egy sörre, és jót nevet vele. Ördögi gondolat, gondoljunk bele ebbe az egészbe, és természetesen a vége nem lesz happy end, mert miután Theophrastos mester fogja magát, és eladja az egész könyvtárát, hogy azzal majd udvaroljon a abból szerzett pénzből a leányzónak, miután eladta a könyvtárát, észrevesz már kifelé menet egy olyan könyvet, amit egész életében meg akart venni, és az egész könyvtár árából megveszi azt az egyet, és hazamegy. Ennyi. Milyen volt a viszonya a nagy kortársakkal Heltai Jenőnek? Elismerték őt a kortársai is, vagy nem, illetve ő segítette bárkinek, összejárta bárkivel, hatottak-e egymásra bárkivel a nagy kortársak közül, hiszen ez az a magyar irodalom nagy korszaka, amikor ő élt és alkotott. Hegedűs Géza úgy fogalmazott, hogy Heltai Jenőt még az ellenségei is szerették. Tehát, hogy lehet, hogy nem szimpatizáltak a munkásságával vagy hasonlóval, de alapvetően maga a személyisége vonzó volt, egyébként pedig nagyon fontos dolog, hogy például Adival nem ápolt személyesen jó viszonyt, de pontosan felismerte, hogy Adi mekkora zsenie a 20. századi irodalomnak, és mindent megtette azért, hogy Adinak komoly kultusza legyen. Tehát nem ápolt ilyen nagyon közeli, nagyon baráti viszonyt az emberekkel, de azt mondanám, hogy a respekt és a tisztelet az oda-vissza megvolt, és ez egyébként 1945 után is megmaradt. Tehát ő nem került olyan helyzetbe, hogy perifériára szorult volna. Azzal együtt, hogy így Holta után azt a fajta elismerést, és ezt nem győzöm elégszer hangoztatni, szerintem nem kapta meg, mert egy annyira gazdag és sokrétű életmű van mögötte, és egy nagyon finom tollú szerző, nem tudom, ismeritek-e azt a versét, aminek az a cím, hogy a vénkocsis dala. Nem. Ez arról szól, hogy ül az öreg kocsis a lovon, a hintónak a bakján, van egy öreg lova, meg van ő, és hát mereng az élet elmúltáról, és mindig akkor érzi azt, hogy miről szól az élet, és mitől szép, amikor egy-egy ifjú pár beszökik az ő kocsijába, és csak azért hajtanak a városba, hogy csókolózni tudjanak, hogy a nyilvánosság ne lássa őket, és írja, hogy ilyenkor a lova erejébe is visszatér a fürgén száguldó vér, és úgy ér véget ez a vers, és szerintem ez nagyon jellemző Heltaira, megpróbálom ezt is idézni, hogy jó lesz nekünk lassan menni, vénszekerem, vén lovam, lassan menni, megpihenni, öreg idő, este van, lassan menni, megpihenni, hogy ne bántson senki semmi, gyümadár és helymadár, mi értünk már úgyse kár. És ezt egészen fiatalon írta ezt a verset. De azt gondolom, hogy mégiscsak benne van egy olyan fajta empátia, ahogy meg tudja fogalmazni azt, hogy az élet múlóban van, és az élet egyébek mellett pont attól gyönyörű, hogy megint visszautalnék a Néma Leventére, hogy tudom, hogy elmúlik, de annál inkább értékelnem kell, hogy micsoda fantasztikus dolog élni. És hát ha tegyem azt meg így, lassan leketyegőben az időnk, hogy én elmondanám egy olyan versét, amivel nagyon nagy botrányt okozott a maga idején,
Ugyanakkor azonban szerintem a frivol humor, mert ez leginkább humor, az mindent elárul erről, ennek az a címe ennek a versnek, hogy vallomás. Ez így hangzik, hogy mi ketten egymást meg nem értjük, nagyon sajnálom, asszonyom, de ha nem kellek szeretőnek, egyébre nem vállalkozom. Például arra, mit gyakorta a szónoki hívvel mond kegyed, hogy meggyötör szegény szívének, legjobb barátja én legyek. Legjobb barát. Szavamra mondom, megtisztelő egy hivatal, de nem vagyok hozzá elég vén, sőn aggasztóan fiatal. Csupa élet, csupa illat, lángol, vakít, hevít, ragyog. Hát hogy ne szomjaznám a csókját, én, aki angyal nem vagyok. Olyan kevés, amit kívánok. Osztozkodni restel is, legyen a tisztelt lelke másé, nekem elég a teste is. Legyen lelkének egy barátja, kivel csevegni élvezet. De ez az őrült, ez a mamlasz, ez a barát, nem én leszek. Legyen az övé minden poézis, és az enyém csak ami tény. Ő oldja meg a problémákat, a ruháját viszont csak én. Hogy ez a hang szokatlan önnek, kétségbe kérem, nem vonom, de annak, hogy megértsük egymást, csak egy a módja, asszonyom. Adjon az úr ki egy tenyérből, rosszat is, jót is osztogat, rosszabb erkölcsöket kegyednek, vagy nekem adjon jobbakat. Na, ez helyt a izanzásítva szerintem. Tehát egy félelmetesen jó humorú ember volt, akiként volt két házassága, két színésznőt vett feleségül, 1906-ban született egy János nevű fia, de a magánéletéről olyan igazán sokat nem tudunk, úgyhogy szerintem ő egy furcsa, magának való, kicsit ilyen remetes stílusú ember volt, és rögtön hozzáteszem, hogy az igazi nagyvárosi vagány volt, mert a műveiben állandóan a nagyvárosi társadalom peremén élő embereket szerette megjeleníteni, használta a modernkori szlenget, és van egy vers, aminek az a cím, hogy Dala vidéki nyaralásról, és ebben röviden azt foglalja össze, hogy hát engedett a korszellemnek, a divatnak, elment vidékre nyaralni, és megbolondul, mert egyfolytában ugatnak a kutyák, bőgnek a tehenek, és az utolsó sora ennek a versnek, hogy tönkretette a nyaramat az Isten verte nyaralás. Semmit nem akar, mint újra a kávéházba, a pesti flaszteren lenni. Úgyhogy ő valójában egy urbánus költő, de azt gondolom, hogy akiben van empátia az emberek iránt, meg van humor, az helyt a ilyenőt szeretni fogja, világnézettől és minden mástól függetlenül. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a fajta humor mögött lássuk meg az ő mélyiségét is, mert van. Igen. Egészen kiváló figura. Igen, és szerintem nagyon örülne, hogyha hallaná, hogy így emlékezünk meg az ő 150. születésnapjáról, azt gondolom. Mosolyogna egyet, és már csak azért is, mert amikor például életében először eljutott Párizsba, akkor gondolta, hogy majd ő ott vidám életet fog élni, de semmire nem volt pénze. Ezt úgy összegezte, hogy tulajdonképpen Párizsban még éhezni is jobb, mint máshol. Jó, nagyon szépen köszönjük, Csaba, megint nagy élmény volt. A 150 éve született Heltai Jenőre emlékeztünk, Katona Csaba történésszel, akinek további kellemes nyaralást kívánunk. Már ez nyaralás és nem munka. Köszi, szia! Szia! Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.